Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket, és köszöntöm a stúdióban vendégeinket, Győre Tamást, a Régi Jármű EGRI Egyesület elnökét, illetve Nádasdy Péter projektmenedzsert. És ugye beszélgetésünk apropója az, hogy az előző hétvégén rendezték meg a 23. EGRI Régi Jármű találkozói túrát, illetve 12. golfkupát, ami első ízben érintette Nógrád megyét is. Itt viszonylag közel Salgótarjánhoz is elmentek a veterán járművek. Mit kell tudni erről a rendezvényről, illetve mit kell tudni magáról az egyesületről? A 23. azt jelenti, hogy 23 évesek is vagyunk. Érdekességképpen kényszerből született az egyesület, mert egy barátommal elmentünk egy konferenciára, ahol restaurálásról volt szó, és ott a frissen alakult Magyar Veterán Autós Motoros Szövetség főtitkára meglátott bennünket, megismert, és sziasztok, egriek, van már egyesület? Nincs. Akkor lesz. De hogy lesz? Meg kell csinálni. Tehát kényszerből születtünk, megcsináltunk, és rögtön ránk is erőltetett egy rendezvényt, tehát 2001-ben tényleg muszáj volt megcsinálnunk az elsőt, de a társklubok segítettek, és akkor onnan indul az egész, minden évben egy rendezvény, túrával, kiállítással Egerbe, és azért EGRI a neve, mert Eger központ igazából, de bejárjuk a környéket, és mindig új helyre próbálunk menni. Hogy lett az, hogy idén ugye Nógrád megyét is érintették, Kazárt, illetve Mátra Novákot? Azt akarjuk, hogy mindig új legyen. De ahol jártunk, ott már nem menjünk, csak mondjuk 5-6-7 év múlva ugyanoda vissza, de akkor sem ugyanazt a múzeumot, azt a érdekességet nézzük meg. Ha azon az útvonalon megyünk, ahol tavaly, de akkor csak szembe, tehát próbáljuk, hogy érdekes legyen, ne legyen unalmas, és hát elég nagy baj volt már 23. szervezésénél, hogy egy újat mutassunk a környéken, ráadásul az önkormányzatok támogatnak bennünket, Istennek hála nélkülük nem lenne ilyen rendezvény. Mi legyen? Tehát törtük a fejünket, és Nádasdy Pétert körülbelül 3 éve ismerjük, szintén oldtimer versenyzésből, és akkor felvillant az, hogy gyerekek, Mátra Novák, mozdonygyár, sose jártunk arra, Kazár, olyan szép kis múzeumok, és akkor fölhívtuk, hogy Péter, tudná nekünk segíteni? És onnan jön ő. Igen. És hát az első volt ugye, hogy az önkormányzattal felvettem a kapcsolatot, mert a mi polgármester asszonyunk igen rugalmas, gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és tudtam azt, hogy az ő hozzáállásával nem valószínű, hogy probléma lesz. Ő is felismerte ennek a lehetőségét, hogy ebben mi rejlik. Egyből az ügy mellé állt, és akkor az ő által a lehetőségeket tartalmazó tárházat felvonultatva tényleg mögé tettük azt, amit lehetett. Ami egy picit másképp alakult, ahogy gondoltuk, hogy sajnos az Alstrom gyárlátogatás az nem úgy sikerült, hogy szerettük volna, mert kiderült, hogy mivel ők folyamatos 24 órásban dolgoznak, ezért a szombati műszakot nem tudták olyan szintre, hogy is mondjam, lecsökkenteni, hogy ugye ott a biztonságot tudják garantálni a bent lévőknek, úgyhogy ezért ők most eltekintettek ettől a lehetőségtől. Azonban a Strautmannnak a igazgatója, ő teljes egészében mellénk állt a kadlicsek felé, és biztosította azt a lehetőséget. Annyi volt a lényege, hogy ugye kisebb volumen, viszont maga a gyár nagyon érdekes volt, és akik bejöttek oda megnézni a robotokat és egyéb más dolgokat, hogy mik készülnek ott, ez szerintem mindenkinek nagyon nagy élmény volt. Mi ennek a találkozónak és túrának a lényege? Ugye ez egy háromnapos rendezvény, ennek volt az egyik napja az, amikor ugye a nógrádi településeket is érintették. Így van. Háromnapos, pénteken déltől van gyülekező, a valamikori Heves megyei kis táborba, Felső Tárkányba vagyunk, most már Tártos Hotelnek hívják. Nagyon jó, mert elfér ilyen 100 és 200 fő között a résztvevők közül, illetve a járműveknek van hely, mert ilyenkor van 100 jármű, meg kb. 40 tréler. Tehát óriási nagy helyi igénye van. Gyülekező van, szervezünk nekünk programot, úgynevezett safari busz viszi fel őket a bükkfenségre, a bükkbe, olyan helyeken, ahol járművel nem lehet közlekedni. Este eligazítás, vacsora, és a szombati nap a csúcspont, mert akkor van a túra, amikor azt csináljuk, hogy különböző megállókon feladatot kell megoldani, és a feladat megoldás eredménye határozzák meg, hogy ki lesz az első, második, harmadik. Tehát ez egy óriási kirándulás, egy nagy baráti társasággal, majd lezárásképpen vasárnaponként a dobótéren kiállítás van Egerbe, az, hogy mutassunk az EGRI önkormányzatnak is valamit.
És bocsánat, egy pici kiegészítés és díjátadás. Ja, igen, ugye, mert hogy azért a rendezvényeken mindig jelen van az, hogy érdekelté kell tenni minél színesebben az ott szereplőknek, ott résztvevőknek a mozgását, és ebbe beletartozik egy picit a feszesítés keretébe az, hogy feladat megoldásokat kell végrehajtaniuk. Ez lehet egy apró, mit tudom én, egy helyszínen például egy kivíz kérdéssorra kell válaszolni, és ez beleszámít nekik az összgyűjtető pontszámba, és amikor az egész ugye kiértékelődik, akkor ünnepélyes keretek között van átadva ugye a dobótéren, ugye az autók a háttérbe, és a nézelődők, illetve az ottani közönség, illetve a tulajdonosok, illetve az elnökség és a vezetőség akkor nagy tisztelettel átadja az érintetteknek a díjakat. Itt az előbb elhangzott egy százas szám, hogy nagyjából ennyi oldtimer autóval találkozhatnak az érdeklődők. Csak az egyesület tagjai szoktak itt részt venni, vagy máshonnan is szoktak csatlakozni hozzá? Egy fontos, oldtimer járművek, tehát például Csepel teherautó volt, rengeteg motorkerékpár, mondom, a Harley Davidson az. Tehát nem csak autó. Ezek így van, tehát járművek, hajó még nem, de ez van, amikor busz jön, tűzoltóautó, úgy néz ki, hogy körülbelül ennek a 60%-a négykerekű legalább, és kétkerekűek a 40%-a, ilyen a megosztás. A klubtagok nem vehetnek részt rajta, a klubtagoknak dolgozni kell. Tehát igazából 29 fő rakja össze azt az egész programot, amit 3 nap alatt megcsinálunk. Tehát ők, mi úgy hívjuk, a sárgapólusok dolgoznak. És tényleg ő nélkülük se lenne, tehát a klubtagok nélkül se lenne ez a rendezvény, ha ők társadalmi munkában nem végeznék, utaznak, parkoltatnak, feladatmegoldásokat ellenőriznek, tehát folyamatosan dolgozik mindenki, sőt van, aki 2 állomáson, az elsőn és az utolsón. Tehát dolgoznak egyértelműen. Igen. Tehát akkor ez elsősorban a külsőseknek szól, és a klubtagok pedig azok, akik szervezik magát a rendezvényt. És milyen autókkal itt már, illetve a gépjárművekkel találkozhatnak? Itt néhányat már felsoroltunk, de például évjáratban mi az, ami... A FIVA-nak, a Nemzetközi Oldtimer Szövetségnek a szabályait használjuk, az azt jelenti, hogy kategóriában vannak osztva gyártási év szerint, de az alapszabály az, hogy 30 évnél idősebbnek kell lenni. Tehát 1993 előtt, milyen furcsa kimondani, 93 előtt gyártott járművek vehetnek részt. Az érdekesség a Harley Davidson 1929-es volt, a legöregebb autó, egy Simca C8 az 1938-as volt, és azért nem a 112 éves Ford volt a legöregebb, aki tavaly volt, mert hogy megtudta, hogy 170 kilométert megyünk a 130 helyett, és azt mondta, hogy ő nem kínozza a T-Fordot, és egy Warburg 353-assal érkezett, és azzal ment végig. Mik a legnépszerűbb típusok, hogyha lehet ezt mondani, amiből mondjuk a legtöbb meg szokott jelenni ezeken a találkozókon? Ez nem a reklám helye, de a tartóság számít. Most a 108 jármű közül 28 darab Mercedes volt különböző kategóriákban, tehát a 40-es évektől egészen a 80-as évek végéig. Hál' Istennek különböző típusúak, különböző méretűek, ez egyértelműen bizonyítja, nem reklámozom a Mercedes-t, a tartosságot, a népszerűségét. A következő a BMW volt, ez ugyanaz, ők 14 volt, ha jól számoltam, és természetesen Fiatok, szocialista autók, Simca, Topolino, Fiat Topolino, Volkswagen. 850-es, 500-as, igen, Volkswagen, Volkswagen mikrobusz is volt, T2-es, igen, Bogart Volkswagen, Citroen C2, tehát nem hoztam le rajtlistát, de jó, változatos, nagyon látványos. Sőt, még például a csapaton belül, aki most nem voltak jelen, de egyébként az előző találkozón igen, van egy nagyon szép DeLoreanunk, ami ugye a Back to the Future című filmnek a Visszajövőben című filmnek, igen, a főszereplője, gyakorlatilag egy sztárautó. És abból nem sok van az országban sem. Igen, most is itt lett volna, ha nem durran ki az AC pumpája az autópálya jövetben, sajnos. Igen. De hát ilyen előfordul az öreg járművekkel. Így van. Még annyit szerettem volna hozzátenni itt visszatérve a támogatókhoz, hogy nagyon pozitív visszajelzést kaptunk a Bátonytalanyi Rendőrkapitányságtól is. Tóth József századosnak utólag is szeretnénk megköszönni a közreműködést, mert annyit kértem csak tőle, hogy a rendőrségnek vannak bizonyos technikai eszközei, hál' Istennek, amivel szimulálni tudnak egy-két olyan dolgot, ami ugye az életbe előfordul. Ezek közé tartozik a részekszemüveg, mi csak így hívjuk, és itt az illuminációnak a bizonyos
paramétereit lehet tapasztalni gyakorlatilag, és ezt az egyik kollégája szépen levezényelte, úgyhogy az nagyon-nagyon népszerű volt az autósok körébe is, meg akik nézelődők voltak, ők is szintén nagyon pozitívan álltak hozzá, úgyhogy nagyon tetszett mindenkinek, színvonalas volt. Az előbb arról már volt szó, hogy milyen jellegű járművek vettek részt a találkozón, és ha településre, vagy esetleg országrészre lebontva, honnan érkeztek a résztvevők? Mondhatjuk, hogy nemzetközi. Azt mondja, hogy a pártcímból Bihar megyéből volt résztvevő, Norvégiából volt, de egy pici csúsztatás, mert felvidéki rozsnyói volt a résztvevő, csak Norvégiába élt, tehát onnan jött Mercedes-szel, de Rozsnyóról többen is érkeztek, több járművel, Magyarország minden részéről jóformán, tehát Szeged, Pécs, Sopron, tehát mindenhonnan jönnek, hála Istennek, népszerű a rendezvényünk. Igen. Visszatérve még ugye a szombati napra, ami ugye érintette többek között ugye Kazárt és Mátra Novákot is, ahol ugye több órán keresztül ott megálltak, és ott a járókelők, városlakók, illetve hát a település lakói megtekintették. Mekkora volt egyébként az érdeklődés? Szeretik az emberek ezeket a típusú autókat? Igen, az a tapasztalat most már évek elteltével, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend maga ez a rendezvény, és nem hagyja, tehát nem korosztályfüggő. Tehát úgy mondom, hogy a családi programnak, igen, családi programnak is beválik, és ugye a gyerekek azok nagyon ki vannak élezve a régi autókra. Mindegy, hogy milyen, ha meglátja, akkor már mosolygás van, és amit itt szerettem volna hozzátenni, hogy végül is az egyik része ez a dolognak, amit csináljuk mi is, többek között, hogy mosolyt van az emberek arcára. Ez nagyon fontos. És maga a látványa, illetve maga az a közeg, amit a régi autók, illetve a tulajdonosaik teremtenek egy-egy ilyen adott megálláskor, vagy egy állomás helyen, az rendesen átjön az ott nézelődőknek is, és nagyon szívesen fordulnak információért például hozzájuk, vagy egy komolyabb beszélgetés kialakul közöttük, és mindig az autó a lényeg, hogy honnan származik, milyen sztori van. Azt tudni kell, hogy minden egyes öreg autónál van egy sztori, ugye, ami a megszerzését, a hozzájutását, az előzmény történetét szokta tartalmazni, és ezek érdekesebb események. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon, nagyon népszerű a dolog, illetve nem titok, hogy azon dolgozunk, én jó magam is, hogy szeretnénk az évek hosszú sor alatt majd Magyarországon egy komolyabb kultúrát kialakítani az öreg autók, illetve a veterán járművek viszonylatában, mert hát sajnos nekünk ugye volt egy 40 évünk, ami alatt nem sikerült ez, és be voltunk határolva, ugye, és hát nyugaton szárnyalak ezek a rendezvények, illetve ezek az autóknak a szeretete, és ezt szeretnénk Magyarországon is megvalósítani, egészen gyerekkortól kezdve, ha lehetséges, tehát itt iskolákba például bemenni osztályfőnök órán, bemutatni járműveket, prominens személyiségekkel esetleg, ha úgy van, többszörös díjnyertesekkel például, és millió egy tárháza van ennek a dolognak, hogy lehet ezt megtenni majd. Miért, illetve hogyan lesz valaki az oldtimereknek a szerelmese? Hát ha jó magam példáját említhetem, az nagyon érdekesen alakult, mert a feleségem volt a bogaras. Tehát ő 14 éves kora óta odáig volt a bogárhátú, aki ugye, és amikor én megismertem őt, akkor még annyira nem sokszor került szóba, de aztán egyre többet látott ilyet az úton is, és mindig fölcsillant a szeme, és de jó, és hú, de jó lenne, és egyéb. És hát egyszer jó pár évvel ezelőtt megleptem őt egy születésnapjára egy ilyen bogárral, de ugye mivel ő egy elég eleven személyiség, ezért nem úgy van, hogy bemegyek a boltba és veszek egy bogarat, hanem neki meg kell találni a hozzáillő, egyéniséghez illő bogarat, és hál' Istennekhez nem jön szemből, tehát ez körülbelül ilyen autó. És az, hogy majd egy állandó javítandó autót veszünk, ez egy picit engem nyomasztott, ugye, mert örültünk, hogy kiszálltunk belőle, és inkább az újabb autók felé tolódott a figyelmünk. De valahogy, ahogy elkezdtük ezt az autót szépen rendbe tenni, építgetni, felújítgatni, nekem nagyon a szívemhez nőtt, mert ugye hát műszaki emberként én is sokszor voltam úgy, hogy odafigyeltem a részletekre, és hát nem maradtam ki belőle, és amikor készett az autó, akkor nagyon büszke voltam, hogy kicsim itt van, és átadtam, és gyönyörű, és a mai napig tényleg csodálatos autó. És innen támadt az, hogy akkor szeretnénk bővíteni a palettát, mert az ide jó volt, hogy találkozunk, meglátni egy mondjuk egy T1-es, egy Volkswagen Transporter 1-es buszt, vagy egy 2-es buszt, és hát akkor előbb-utóbb azért csak az, hogy hát majd egyszer. És akkor adódott a lehetőség, és érdekes, hogy tényleg van ilyen, hogy az ember bevonza ezeket a
lehetőségeket úgymond, hogy egy ilyen autóhoz mondjuk hozzájusson valaki, hogy nem biztos, hogy Brazíliából kell behozni, hanem egyszer csak ott van az utunkba, és azt mondjuk, hogy ez egy kihagyhatatlan alkalom. És hogyha megtehetjük, természetesen akkor nem megyünk el mellette. És itt szépen így évek hosszú sor alatt kialakult az a kis paletta nekünk is otthon. Nálunk mondjuk az Audi és a BMW, a Volkswagen a úgymond a nyerő, tehát ezekből vannak, és imádjuk őket, és tényleg mindegyik autó, épp most beszélgettünk róla a feleségemmel így túl a közben, hogy mindegyik autó más élményt ad. Tehát pont itt az élmény a lényeg. Nem visszük magunkkal soha az autókat majd, annó, hogyha el kell mennünk innen, de gyakorlatilag az az élmény, amit mi kapunk azok által, hogy mi ezt fenntartjuk, ha megtehetjük, és tényleg járunk fel, és minden egyes ilyen lehetőséget kihasználunk, ami a közösséget építi, mert azért tegyük hozzá, hogy ez a túra az arról is szól, hogy ez egy család. Ugye egy veterános család, akik annyira egy hullámoszon gondolkoznak, mindegy az autó típusától függetlenül, hogy nagyon jól érezzük magunkat együtt, és mindig nagyon várjuk azt a következő találkozást, meg a következő lehetőséget, mert együtt éljük meg a túrának az élményeit. És ezt visszük magunkkal a családunkba is. De visszakérdezek, hogy lesz valakiből horgász, hogy lesz valakiből bélyeggyűjtő, hogy lesz valakiből hobbi. Tehát én azt szoktam mondani, csúnya szó van rá, de hogy mindenkinek fáj a feje valami miatt. Tehát van valami kedvence, hobbi, természetesen mindegyik drága. Fontos szerintem a családi indítatás. Tehát az, hogy mit lát a szüleitől, hol nevelkedik, én gépállomás mellett laktam gyerekkorom óta, oda születtem, tehát nyilvánvalóan én traktormérnök lettem, de nem is tudom miért, mert a traktorok meg a gépek. Tehát valamilyen indítatás van, valamilyen élmény, mint ahogy a Volkswagen bogár ránézés tetszik neki, szerintem így alakul ki. Igen. Lehetne mondani, hogy véletlen kivétel, hogy irányítja a család, én is irányítom az unokámat, mert a virtuális világ óriási nagy kihívás. Tehát azzal versenyezni nagyon nehéz dolog. Igen. De mégis kell, hogy tárgyias újjon bizonyos dolog. És azért még annyival kiegészíteném, hogy azért ezeknek az autóknak, járműveknek van egy értékrendje. Tehát valahol az ember értékrendben ők a helyükön vannak. És azért arra tanítja az embereket, hogy meg kell becsülni a régit, mert sose feledjük, hogy honnan jöttünk. És hogyha abban az időben például, amikor még mi kezdtük az autózást, zsigulikon, skodákon és trabantokon és egyebeken, nagyon sokunknak van ilyen gépjármű, ha nem is használjuk annyit, de biztos, hogy van, mert ugye ezeket azért az életünk részeivé tettük annak idején, és ha nem ugyanaz az autó, de egy ugyanolyan típusú autó, egy fiatalabb, egy jobb állapotban lévő, az biztos, hogy nagyon sok embernek ott van az udvar végébe valahol szépen fedett helyen eltárolva. És például az lenne a későbbiekre nézve a terv az én részemről is, hogy ugye Nógrád megye az nagyon elmaradott rész volt ebből a szempontból is, tehát nagyon, nagyon a végét képezi ugye az országnak minden téren, holott gyönyörű hely és méltatlanul elhanyagolt, és rengeteg olyan ember van, akinek ilyen gépjármű van a birtokába. Csak nem jön vele elő. És itt az lenne az egyik cél, hogy ezeket az autókat felszínre hozni. Igenis büszkén vállalják azt, hogy van ilyen, és legyenek rájuk büszkék, mert ez már nem adatik meg mindenkinek, és nem adatik meg mondjuk máshol, például azért nyugaton a keleti autóblokkból származó típusok azért nem nagyon vannak olyan divatban, mint nálunk. És ezeket nem szégyelni kell, hanem a történetünk részévé kell tenni. És ezt büszkén kell vállalni. Úgyhogy ezt egész gyerekkortól, egész a felnőtt korig ezt bátran kell viselni. És ezt ennek örülni kell, ez öröm. Erre van egy jó példa. A nem dicsekvésképpen, de annyira népszerű rendezvényünk, hogy nevezési zárlatot kellett bevezetni a rendezvény előtt 3 héttel. Tehát nem tudjuk már az embereket etetni, nem tudjuk mozgatni, nem tudjuk felügyelni, tehát van egy korlát, amit nem akarunk átlépni, de hogy kikerültek a falukba a plakátok, előkerültek a régi járműveket birtokló embereknek a gondolata, hogy ők is szeretnének menni, de nem tudok segíteni. Rajtszám van, beléptetés van, ajándékot kapnak, stb., tehát nincs olyan, hogy én majd megyek veletek ide-oda glasszálni. És kérdeztem, Kazár a legjobb példa, mert a kazári lakosok egy kis kiállítást csináltak a parkoló mellé a saját járműveikből. Óriási volt. Igen. Nagyon jó. És Mátranovákon is előfordult, hogy a Trabant oda került a elsőbe a veterán autók mögé. Mondták, hogy megy jövőre, igen, jövünk, mert jövőre jövünk, szóljunk. Úgyhogy ez erről szól, hogy ez a kedv, ez a megmutatni akarás, ez a én is oda tartozom című dolog, ez közöttünk legyen és formálódjon, és hogyha innentől ez van, akkor például össze lehet
kapcsolni túrákat, mert ugye nem egyszer előfordult, hogy más rendezvényeken belül, hogy például az amerikai autósokkal összekapcsolódtunk, vagy egy falunappal összekapcsolódtunk például egy rally alkalmával. És ezek óriási élmények az embereknek, amikor megjelennek az autók, mondjuk 10-esével, 20-asával, és beállnak, és onnantól kezdve egyszerűen föllendíti az egész közhangulatot, ami ott van. Addig is biztos jó a hangulat, de onnantól kezdve még jobb. Úgyhogy ezek a tapasztalataink így gyakorlatilag vele, úgyhogy minden esélye megvan arra azoknak, akik szeretnének a későbbiekbe csatlakozni, hogy van lehetőség. Jelentkezni kell, szólni kell, és akkor odafigyelünk rájuk, és hozzánk fognak tartozni. Ez lett volna így a záró kérdésem is, hogy egyébként mi a terv a jövőben a rendezvénnyel, ugye nagy az igény rá, tervezik esetleg bővíteni, illetve hogy egy kicsit ugye hazabeszéljünk, hogy mennyire vált be ez a két nógrádi helyszín, hogy esetleg a következő években is várható-e, hogy a túra érinteni fogja a Nógrád megyét? Csak az emberi hozzáállásról egy nagyon jó példa, kiragadva. Mátra Novákra megérkeztünk, a közösségi házba volt az ebéd, és mondták ott az asszonyok, hogy üljön le mindenki a helyére, és viszik neki az ennivalót. És a vége felé már foghíjasabbak voltak az asztalok, de ahogy leült valaki, azonnal ott volt, és udvarosan mosolyogva neki az ebédje, és csodálkoztak rajta, hogy hámással úgy kell szólni, hogy most jöttünk, meg éhesek vagyunk. Tehát a látszott a szeretet, az odafigyelés, a asszonyok úgy pörögtek rajta, mondom csak, hogy mindannyian nők voltak, tehát a kiszolgálásban kiválóak, és nézték, és osztották. Tehát ez a hozzáállás nagyon-nagyon jó volt. Ugyanígy volt Kazáron. Sütöttek 120 laskát, mert mondom, a körülbelül annyian lesznek. Ó, kiderült, hogy az kevés lesz. Mire én odaértem a mondjuk másfél órával az első jármű után, nézem, gőzerővel csinálják az asszonyok. Mit csinálnak? Kevés lett a laska, drága. Csinálni kell, csináljuk. És mindenkinek laskát kell lenni, azt mondja. Igen. Tehát a hozzáállás nagyon jó volt, és meglepő, főleg a nagyvárosból érkezőknek. Az biztos, igen, hogy szuper volt. Tehát a terv szerint biztos, hogy jövünk még erre felé. Nem jövőre, de néhány év múlva biztosan meglátogatjuk. És még két dolgot szeretnénk elmondani, meg kell mondanom, mert nem véletlenül 12. Gulf Kupa a miénk, mert 12 évvel ezelőtt egy magáncéggel nagyon jó kapcsolatba léptünk, akik olajokat, tehát közlekedési olajokat és szűrőket forgalmaznak, és egy nagyon erős barátság és kötődés alakult ki, és egy nagyon komoly támogatási rendszer. Tehát önkormányzatok nélkül nem menne, ez teljesen biztos, de nem menne a Gulf nélkül, ez talán egy kicsit reklám is, de hiszen rajta van a plakáton, meg kell, hogy említsem, mert nagyon sokat segítenek, és hogy sok rendezvényünk van. Az év kezdődik egy évadnyitóval, ahol a tagok és a barátok, vendégek vannak, mert véletlenül Eger mellett, Egerben lakunk, és ott sok pince van. Tehát egy pincével sütünk, főzünk, meghívjuk a vendégeket, és ott egy egész napos barátkozás beszél, aztán azóttal már van zenekarunk is, aki zenét csinál nekünk. Aztán kezdődik egy oldtimer hegyi versennyel, Bogács az egyik nagyon kedvenc önkormányzatunk, van lezárt út, ott is szervezünk egy péntet szombat vasárnapi rendezvényt, aztán következik a nagy rendezvényünk, ez a csúcs létszám szempontjából, meg méretéből, aztán csinálunk, jövő héten lesz Sárospatakon önkormányzat, megint mellénk állt egy oldtimer rally verseny, és utána van egy évadzárunk majd októberben, illetve a tagoknak és a barátoknak szervezünk buszkirándulást május-júniusban, múzeumokat nézni, külföldön is voltunk már, tehát elég aktívan dolgozunk azon, hogy a csapatot összetartsuk, és lám értékes embereket lejjünk föl. Igen. Mindent elmondtál. De értem, még egy dolog, ha beszélhetek, én is szeretek beszélni, hogy mindig egyedi díjakat adunk. Tehát mi nem vásárolunk boltba összecsavarozottakat. Amikor megfelelő a finanszírozási háttér, akkor egy kerámikus művésztől rendelünk, tehát zsűrizett anyag. Amikor meg nincs, volt olyan, még lehet, hogy még lesz is, akkor pedig mi készítünk. Kettévágott dugattyút, négyfelé vágott fogaskereket, de volt már olyan, hogy én valamikor 30 éve, mikor mi építkeztem, szólt egy barátom, hogy van egy plató, macskakő, bontották Egerből a legörebb utat, kell? Hát mondom, persze, hogy kell, majd lesz vele valami. Akkor gyökér kefével megtisztítottuk, nagyon szép különben a kő magába, az szerintem recski volt, de nem tudom milyen. Majd egy kóracéllapra belemartuk, amit kell, tehát milyen rendezvény, hanyadik helyezett, milyen kategória, és macskakövet adtunk a díjazottaknak, és nagyon örültek neki.
Tehát igen, azért még egy hozzáfűzni való lenne, hogy amit észrevettem, ugye nagyon sok találkozót róla lehet hallani az országban, hogy rengeteg BMW-től, vagy ez bármi, és talán a veterán autózással kapcsolatos találkozók szólnak arról, hogy itt önmagáért a járművek és a hozzátartozó emberekről szól a történet, mert persze most mondhatnánk, hogy a többinél is, de ide nem kell füstölni például gumit, vagy nem kell, mit tudom én, Elvis meghívni ahhoz például, hogy a csapat jól érezze magát, és az egyik nagyon jó barátomnak a mondását szeretném mondani, aki sajnos már nincs közöttünk, ő egy bogaras csapatnak a tagja, hogy képzeljétek el, hogy pár évvel ezelőtt vettem egy roncsot, és a roncsit idézőjelbe téve, ugye, mert azért gyönyörű szép bogárról beszélünk, és kaptam vele egy csomó jó barátot és jó embert. És azt hiszem, ez mindent elmondott. Igen. Emberek között vagyunk, nem SMS-ezünk, nem e-mailezünk, beszélgetünk, senkit nem érdekel, hogy nincs wifi, se a szállodában lakunk, se az étterembe. Tehát az a régi néha időszak... Néha puritán körülmények között, ugye retro körülmények között vagyunk. Retro, meg kis távol volt, de beszélgetünk egymással. Nekünk az a szlogenünk, hogy néha kell, hogy megálljon az idő. Ezzel kezdtünk 23 évvel ezelőtt, és tényleg beszélgetünk, leülünk egymásra, kíváncsi vagyunk egymásra. Az egy ilyen kis sziget abban a időpillanatban a hétvégén az egész. De tényleg nincs wifi sehol. Nyilván mindenki tud adatforgalommal csinálni, de nem nagyon láttam senkit így, kivétel, amikor feladat megoldás van, hogy a helikopter rotorban milyen alkatrész kell, mert jártunk helikoptergyárba is, igen. És alkatrész kellett felismerni. Hú, akkor nagyon nézik, hogy mi a megoldás. Hát ennél jobb végszó talán nem is kellene. Én kívánom, hogy minél több emberhez jusson el ennek a közösségnek a híre, és a találkozók minél sikeresebbek legyenek, és köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.